Hello! Üdvözöl mindenkit legújabb adásával az Anime Japan Critics. Mai adásomban ismét egy érdekes és eléggé érzelmes történetet szeretnék foglalkozni, ami nem más lenne, mint a Sakamichi no Apollon. A Sakamichi no Apollon műfajt tekintve a romantikus drámák és a musicalek kategóriájába tartozik. Maga történetünk legelőször a manga formájában jelent meg, méghozzá Yuki Kodama tollából, aki 2007 és 12 között 10 kötet formájában jelentette meg a manga kiadványt. Ezt követően azonban megjelent maga az anime is, mely 2012 áprilisa és júniusa között 12 rész formájában jelent meg a rendező Shinichiro Watanabe és a két forgatókönyvíró Ayako Kato, illetve Yuko Kakihara révén, akiknek köszönhetően későbbiekben egy live action is megjelent, méghozzá 2018. március 10-én egy 120 perces játékfilm formájában, melynek rendezője Takahiro Miki volt, míg a forgatókönyvírója Izumi Takahashi. Történetünk az 1960-as évek Japánjában játszódik, mely számtalan politikai és társadalmi nehézséggel néz szembe. Ugyanakkor ebben a korban is vágynak a fiatalok a szórakozásra és az örömökre, akárcsak főhőseink. Történetünk egy 16 éves középiskolás fiúval, Nishimi Kaoruval veszi kezdetét, aki apja testvérénél lakik, szülei válását követően. Apja és családja a fiút komoly orvosi pályára szánja, melynek hatására Kaoru egy eléggé nehéz személyiséggé vált. Azonban titkos zenei szeretete és zongora tudása számos baráthoz juttatja őt a későbbiekben, köztük is az iskola bajkeverőjéhez, Kawabuchi Santarohoz, és a zene és hangszerboltos Mukai Tsutomo lányához, Ritsukohoz, akibe későbbiekben bele is szeret. Ám a közösen eltöltött idő és az eltérő érzéseik számos békjújuk mellett egyre nagyobb nehézségeket is szül a számukra, mert több évnyi hiány után végre újra összehozza őket, mint érett barátokat. Összességében nekem vegyesnek hatott ez a történet, mely egyszerre volt érzelmes és megrázó is egyben. Tetszettek az olyan fontos mellékkarakterek, mint Katsuragi Junichi, a kidagadott fiú, és a későbbi felsége, avagy a megszöktetett úrilány, Fukaori Yurika is, de mellettük a rockstar Seiji Matsuoka is. Ugyanakkor tetszett nekem a fő karaktereinknek a bonyolultsága, közöttük leginkább ki kéne emelnem Kawabuchi Sentarót, aki mindenkelőtt egy eléggé szomorú múlttal rendelkezett, ám mégis megtalálta élete hivatását, még a oly sok keserűségen keresztül is. Így ha ezek alapján, illetve a jó képi világ és a remek jazzbetétek alapján kéne értékelnem, akkor a Sakamichi no Apollon egy 10/9-es sztori lenne az én megítélésem szerint. Amíg viszont belekezdtek, előre is jó szórakozást kívánok, és természetesen kövessetek engem a továbbiakban is. Sziasztok!